Hitélet mai római katolikus műsorában a következő témákkal várjuk Önöket. Római katolikus templomot szenteltek Beregardóban. Bérmálkozás Rahón és Kőrösmezőn. Utazás a Biblia körül, a világ teremtése. Tartsanak velünk! Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Ez a felirat olvasható az újonnan épült beregardói római katolikus templomban. Védőszentjéül Árpádházi Szent Kingát választották. A templomot szent mise keretében Majnek Antal szentelte fel. A megyés püspök prédikációjában az Istenbe vetett szilárd hit fontosságáról beszélt. Ennek bizonysága ez a templom, fogalmazott a püspök. Amikor egy épületet az Úristennek szentelünk, elkülönítünk más profán épületektől, akkor ez számunkra még több is, nem csupán az imádságháza, hanem az Isten jelenlétének is a bizonyítéka. Hozzátenném, a hívő közösség igényeit is képviseli egy templom, amely most épült és ma lett felszentelve. Mert hiszen van olyan vidéke, gazdag vidéke a Földnek, ahol bizony már jó néhány évtizede kiüresedtek a templomok, és most pedig idegen népek odaérkezve még meg is gyalázzák a templomokat, illetve a szent tárgyakat. Erről hallhatunk, láthatunk, olvashatunk sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban. Valóban mi nem állunk jól abból a szempontból talán, hogy nincs olyan gazdagság itt nálunk, de van még gazdagság a hívek szívében és a hívek közösségeiben. A hitet fontosnak tartják hitük szerint élni, és abban a reménységben, hogy nem itt a Földön van az örök boldogság, és nem itt van a mennyország, hanem itt a szeretetben építjük, a szívekben, a lelkekben és az emberi közösségekben, családban. Ezért nagyon jó apropó volt, hogy a templom nevének és védőszentjének a választásakor Szent Kingára és az ő két édestestvérére, Boldog Jolánra és Boldog Konstanciára esett a választásunk, mert így ebben a magyar városban összekötik itt a hívőket a katolikus, a lengyel katolikus egyházzal és a galíciaival is. Hiszen Konstancia Lembergben élt és halt meg, Szent Kinga pedig Lengyelországban, Boldog Jolántával együtt. Hálát adunk az Úristennek ezért a három szentért, aki itt most fogja erősíteni az egyházat, közben járni értünk az Úristennél. Ugyanakkor nagyon jó példát mutatnak arra, hogy az első mindenképpen az Úristen, de utána rögtön tegyük hozzá a házasság, a gyerekek, a család. Ez az, ami elromolhat itt is, ezért nagyon vigyázunk arra, és erre figyelmeztessük is egymást, hogy a házasság az első szentség, amikor az Úristen teremtette az embert, és a szaporodás parancsával pedig a szent családot. Ez tud lenni a mennyországnak, az Istennek is a látható ikonja, látható képe. Így jöhet vissza a boldogság mindarra a vidékre és országba, ahol ezt elveszítették. Ezt kívánom itt a beregardóiaknak, kívánom egész egyházmegyénknek, Ukrajnának, Magyarországnak, Lengyelországnak, hogy az Úristennek ezt a szép tervét keressék és találják meg. És amikor már megvan az ideál, valósítsuk is meg. A helyi plébános elsősorban Istennek adott hálát a templom elkészüléséért, majd köszönetet mondott a támogatóknak, akik segítették az építkezést. Molnár János azt is elmondta, hogy a hívek több évtizedes álma vált valóra.
Az ardói templom építésnek az ötlete az már jóval az elődeimet is foglalkoztatta, tehát nem csak engem. Itt Ardóban is egy kis temetőkápolánk van csak, ami egy idő után úgy vettük észre, hogy szűkösnek bizonyult a hívek számára. És hát eléggé féreső helyen is van, hogy a temetőbe nem szívesen jöttek az emberek mondjuk esküvőt vagy keresztelőt tartani. Tehát ez csak egy ilyen miséző hely volt, és akkor fogalmazódott meg már az elődeimnél is az igény, hogy jó lenne egy templomot építeni itt Ardóban. És ezt örököltem 6 év, amikor ide kerültem. Így találkoztam a híveknek a gondolatával, és így kerestem fel a püspökatyát körülbelül 4 évvel ezelőtt, hogy mi legyen, és ő azt mondta, hogy vágjunk bele, építsük, és megterveztük ezt az épületet. Galló József építész tervezte meg, utána jóvá hagyottuk az engedélyeket, megkaptuk ezt a gyönyörű telket a város jóvoltából, és 2017. december 10-én az alapkövét megáldottuk ennek a templomnak, és hát ma 2020 július 21-én Szent Kinga ünnepén fölszentelhettük ezt a tiszteletére szentelt új ardói templomot. A karantén miatt sajnos nem tudtuk, az eredeti időpont az március lett volna, de hát akkor leállt minden, és így nagy öröm számunkra, hogy épp ma, amikor az egyház Szent Kinga liturgikus ünnepét üli, akkor meg tudjuk tartani ezt a templom szentelést is. Babják Zoltán beregszász polgármestere arról beszélt, hogy a most felszentelt gyönyörű templom nem csupán Beregardó, de az egész város egyik ékessége. Roppant büszke vagyok arra, hogy az én polgármesteri kadenciában van szentelve egy új templom Beregvégardóban. Én azt gondolom, hogy ezzel Beregvégardó lakossága is, beregszász lakossága is, és úgy gondolom az egész Beregvidék gazdagabb lett. Nem csak új ez a templom, hanem gyönyörű is, egy fantasztikus építészeti megoldásnak vagyunk ma megnyitóján, és én nagyon örülök neki, hogy ezzel a mi közösségünk meggazdagodott. Sokan úgy vélik, hogy ezekben a kereszténység számára vészterhes időkben templomot építeni a jövőbe vetett hit bizonyítéka. A mai világban, amikor azt lehet hallani, hogy Nyugat-Európa egyes részein bezárják és boltokká, mecsetekké alakítják át a templomokat, akkor én úgy gondolom, hogy minket nagy büszkeség tölthet el azért, mert mi templomokat tudunk itt Kárpátalján állítani. Ennek egyetlen egy oka van, mert szükség van rá. Ugye Mária országa vagyunk, és ezt nem szabad elfelejtenünk, bármilyen veszedelembe, amiben a történelem folyamán belekeveredtünk, mindig Isten segítségével sikerült kikeveredni belőle, és én úgy gondolom, hogy ezt az itt élő emberek ugyanúgy a kereszténység megtartását ugyanolyan fontosnak tartják, mint a kultúrájuk megtartását, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időkben is nagyon sok templomszentelésen vehetünk majd részt. A beruházást legnagyobb mértékben a magyar kormány támogatta, mert aki templomot emel, az megnöveli a lelket, fogalmazott Grezsa István. A miniszteri biztos Németh Lászlót idézve azt mondta, a nagy ellenség ellen nagy lelket kell növeszteni. A nagy ellenség a kárpátaljai magyarok számára az elvándorlás és az asszimiláció. Ha az 1100 éves magyar történelmi múltra helyezzük a hangsúlyt, akkor pedig Szent Kinga fénye máig ható csillogású, hiszen az latinában bedobott gyűrű a vilecskei Szentbányába került elő, és ezáltal összekötött évszázadokra két népet, a magyart és a lengyelt. Ezúttal azt is hirdeti ez az ardói Szent Kinga templom, hogyha a szeretet, a keresztény szeretet és a kölcsönös tisztelet kapcsán keressük egymást, akkor könnyű szót érteni, ahogy ma itt a lengyel testvéreink lelkisége is megjelenik ebben a kárpátaljai templomban, amely egy dologra buzdít bennünket, hogy maradjunk meg magyarnak Kárpátalján. Ezt segítették a lengyel-római katolikus hívek azzal, hogy ők adományozták a templom teljes belső berendezését, a liturgikus tárgyakat és ruhákat is. Műsorunk folytatásában a rahói és körösmezői bérmálkozásról láthatnak összeállítást. Végül az Utazás a Biblia körül című sorozatunkban Pilip Viktor Teodorral, a kisszelmenci római katolikus egyházközség plébánosával a világ teremtéséről beszélgetünk. Istenünk, te magad a apostolaidnak a szent lelket, és áldozva, mint utódaik által
hangos megkegyesi imádságunkat, és szent lelked erejével alakíts át híveink szívét úgy, amint az apostoloké átalakította az első pünkös napján Krisztus a mi Urunk által. Amen. A bélmálkozás szentsége az ember Szentlélek általi megerősítésének szentsége ahhoz, hogy erős keresztényé váljon. Ebben a szentségben azok részesülhetnek, akik már betöltötték a 15. életévüket. Ez az a kor, amikor valaki belép a felnőtt életbe. Ekkor kell megerősíteni ahhoz, hogy valóban erős keresztény váljék belőle, aki egyik részről fejlődni tud a kereszténységben, más részről pedig meg tudja védeni azt. Ez fontos, mivel sok támadás érheti, különösen akkor, amikor a felnőttek világába belépő fiatal mögött már nem állnak a szülők. Ehhez a megerősítéshez kapja meg az ifjú a Szentlélek ajándékait. Nézze! Miért van szüksége az embernek az izmokra? Azért kellenek, hogy az ember mozoghasson, tevékenykedhessen, és ha szükség van rá, akkor megvédje magát. Ez a szentség a Szentlélek ajándékaival látja el a lelki izmokat, hogy az ember érvényesülni tudjon. Ha valaki nem eszik, nem lélegzik, nem pihen, akkor életbe lépnek a test törvényei, és az ember már nem számít élőnek. Hasonló törvények vonatkoznak a lélekre is. Ahhoz, hogy az ember hitében erős legyen, megkapja azokat a kegyelmeket, a Szentlélek hét ajándékát, aminek eredményeként teljes értékű, erős lelki emberként élhet ebben a világban. Az Úr mindenre gondolt. Vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. Mihály, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. És a tevőkkel. Béke veled. Mi a neved? Mit választottál védőszentnek? Szentlélek. Ígéred, hogy mi leszel Krisztushoz? Rahon 14 bérmálkozó van, Körösmezőn 38 bérmálkozó.
Itt a Raholyi Egyházközségben, Zömében fiatalok, akiknek most került az ideje, hogy a bérmálás szentségében részesüljenek. A Körösmezői Egyházközségből ott volt némi elmaradás, és a káplán atya, Gyuri atya, ő az elmúlt esztendőben, amikor a házszentelések voltak, akkor felmérés csinált az egyházközségekben, megnéztük, hogy melyik családokban milyen szentség elmaradások vannak, és meghívta azokat a fiatalabbakat, idősebbeket, akik nem voltak bérmálkozók, hogy egy éves felkészülés után Péter és Pál ünnepén elnyerjék ők is a bérmálás szentségét. A bérmálás szentsége az a keresztény nagykorúságnak a szentsége. És lehet, hogy sokan a bérmálkozók közül most már koruk miatt is felnőtteknek számítanak, de most az egyház akar nekik adni egy újabb lendületet a hitükben. A püspök által a Szentlélek hét ajándékát kérjük az ő számukra, hogy megerősödjenek a hitükben, és ezáltal még hűségesebb keresztények is legyenek, és a hitükön keresztül tegyenek tanúságot az ő Krisztushoz való tartozásukról. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres. Sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság. És lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel. Az első nap. Teremtés könyve első rész, 1-től 5. versig. Így teremtette Isten az első napon a nappalt és az éjszakát. De vajon miért teremtette mindezt? Miért alkotta ilyen csodálatosra, színesre, változatosra világunkat? Erről beszélgetünk az Utazás a Biblia körül mai részében Pilip Viktor Teodorral, a Kisszelmenci Római Katolikus Egyházközség plébánosával. Hogyan írja le a Biblia a teremtés történetet? Teremtés történetet rögtön a Szentírásunk elején, Ószövetség elején találjuk, a Genesis teremtés könyvében neve is arról szól. Ugye 6 napos teremtés történetet ismerők. Ebből van 2 teremtés történet rögtön az elején, aki figyelmesen olvassa a Szentírás, az megfigyelheti, hogy 2-szer meséli el a világ teremtését. Csak azért, mert 2 különböző hagyomány létezett, amit feldolgozott a Szent Szerző. Ugye tudjuk, a Bibliának 2 szerzője van, Isten és az ember. Ugye Isten sugalmazott szava, de azért felhasználta az ember adottságait és tudását. Az embert, aki az adott korban alkotta, írta meg, annak az időnek az eszköit felhasználva. Itt tehát 2 létezik belülem. Rögtön a Biblia elején pedig a 6 napos teremtés történettel találkozunk, hogy az Úristen napról napra megalkotja ezt a világot, benne minden élőlényt, és akkor a 7. napon pedig, ahogy tudjuk, megpihen minden munkájától, és megszenteli azt a napot. Hogyan kezdődik a teremtés? Kezdődik, nagyon szépen a Szentírásban van egy bevezetés, vagy egy ilyen feliratszerű első mondat, hogy ugye kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és utána pedig részlesen mondja el, ez is furcsa, ugye, hogy már az első mondatban elmondja tulajdonképpen az egész teremtés történetet, hiszen pont ebben az első mondatban található úgynevezett hebraizmus, hogy a zsidó nyelvnek egy jellegzetessége, hogy amikor azt mondja, hogy az eget és a földet, ez szó szerint annyit jelent, hogy mindent Isten teremtett, ami az égen és a földön található.
Úgyhogy az egész teremtés történet ebben az első mondatban már benne van. Ha tovább olvassuk a Szentírást, ez a bevezető mondat, vagy ez a feliratszerű mondat után, akkor ugye láthatjuk, hogy a föld puszta és üres volt, sötétség volt a mélység felett, Isten lelkelebegett a vizek fölött. Ez is egy mondhatni leírás, hogy Isten hogyan teremti ezt a világot, ha nem is megyünk bele, hogy napról napra mit is hogyan teremtett. Ugye azt mondjuk, hogy semmiből. Tehát Isten az, aki semmiből tud teremteni. Ez a kifejezés is a második mondatban például, hogy puszta és üres volt, annyit jelent, hogy semmi sem létezett. Isten az, aki mindig létezett, tehát ő nem teremtmény, ezért ugye hát ő a teremtő Isten, és a földet semmiből. Isten puszta szavával teremt mindent, láthatót, láthatatlant. Úgyhogy a hogyan kérdésre talán így, hogy csak saját szavával, tehát Isten szava élő és átható, és az ő szava az teremtő szó mindig. Van-e fontossága annak, hogy a világosságot és a sötétséget így megemlíti a Biblia? Amikor arról olvasom, hogy Isten ugye az első napon vagy szólt, hogy legyen világosság, és akkor lett világosság, lett sötétség, Isten elválasztotta ezt a kettőt, és az egyiket elnevezte nappalnak, a második pedig éjszakának, és akkor mondja, hogy is lett este, és lett reggel, első nap. Talán sokan úgy magyaráznak, különösen a hívő nép körében nagyon sok magyarázó van, hogy ennek a sötétségnek például, ennek a szónak nincs ám valami negatív értéke, vagy nincs valami negatív színezete ennek a szónak. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten úgy teremti is mindent, utána pedig ő szabályozza a Földnek a törvényeit, vagy a természetnek a törvényeit, a tulajdonság. Ugye Isten díszíti fel ezt a Földet az ő teremtő szavával is. És hát is, ahogy a sok Zsoltár is mondja, hogy ő szabja határt a nappalnak, az éjszakának. Tehát ennyi jelentősége talán van, hogy mindennek az Úra ő, teremtő Úra. És mindennek a működését ebben a világban ő rakta le az alapját, és ő működteti, mondjuk így. A világosság a nappal és az éjszaka megteremtése után következik ugye a természetnek a kialakítása, tehát a növények és az állatok teremtése. Milyen jelentőséggel bír ez, hogy lássuk ezt a teremtést? Ugye mondtam, vagy beszéltem arról, hogy két ilyen teremtés elbeszélés van a Szentírásban, és ez az első, ez olyan, mint a pirámis lenne, pirámisszerű. Ha ezt szépen olvasjuk, akkor az Isten sok mindent teremt, mondjuk az első nagy lap az az első nap, második, harmadik, negyedik, stb. És a csúcsán pedig van az ember. Tehát Isten úgy mondhatni, hogy 5 napon át körülményeket, körülményeket készíti elő ahhoz, hogy a csúcsán, ennek a teremtés művének a csúcsán pedig az ember legyen, aki minden teremtés vagy teremtmény közül kimagaslik, hiszen saját képére és hasonlatosságára teremti az embert. És igazából mindazt, amit az Isten megteremtette, az ember ért, hogy az ember számára teremtette. És nagyon szép, hogy a Szentírásban például az is van, hogy minden teremtmény után, vagy teremtési aktus után Isten azt mondja, és látta Isten, hogy jó. És megint látta Isten, hogy jó, és megalkotta ezt is, azt is, és látta, hogy jó. És amikor az ember teremti, akkor nagyon érdekes, hogy azt mondja, és látta Isten, íme nagyon jó, amit alkotott, amikor az embert megalkotta. És az egész világot mondhatni, hogy Isten átadja az embernek a földet, hogy az ember azt művelje, hogy azt őrizze. Az ember felelős ezért a földért, felelős mindazért, amit az Isten neki adott.